A nemzetiség szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír az a pedagógus program, melyet beindítottunk, mondta Ritterinbe az országgyűlés német képviselője. Az elmúlt két év után pozitív visszajelzések érkeznek, nő a létszám a nemzetiségi pedagógus képzésben, ami a ma tapasztalható viszonyokban egy rendkívül örvendetes tény. A program három pilléren nyugszik. Egyrészt a meglévő, pályán lévő nemzetiségi pedagógusok fokozott megbecsülése, ezt elsősorban a nemzetiségi pótlék emelésével próbáljuk elérni. Most már háromszor emeltük a nemzetiségi pótlékot, 18. január 1-től 10-ről 15%-ra, ez év január 1-től 15-ről 30%-ra, és 2020. január 1-től 30-ról 40%-ra, illetve bevezetünk két új jogosultsági kategóriát is, ami azt jelenti, hogy minden nemzetiségi pedagógus bekerül a pótlékrendszerbe, aki akár egy órát nemzetiségi nyelven oktat, nevel, egy differenciált, alacsonyabb pótlékkulccsal. A másik nagyon fontos dolog az a nemzetiségi pedagógus képzés, hiszen óvónőknél több mint 40%, a tanító tanároknál nem is tudjuk pontosan, hogy hányan hiányoznak. Erre most lesz egy országos felmérés. Ennek érdekében bevezettük a nemzetiségi pedagógus hallgatói ösztöndíjrendszert, amely tavaly szeptember 1-től az óvodapedagógus első évfolyammal 84 emberrel indult. Most szeptember 1-től már az óvodapedagógus mindhárom évfolyam és a nemzetiségi tanítótanár szaktanár első évfolyamon összesen 317 fiatallal kötöttünk szerződést. Jövő szeptember 1-től pedig ki lesz terjesztve a nemzetiségi tanítótanár szaktanár mind a 6 évfolyamra, tehát körülbelül 7-800 fiatallal fogunk ösztöndíj szerződést kötni. Ennek a célja az, hogy nagyobb számban jelentkezzenek, és lehetőleg nemzetiségi nyelvi, minél jobb nemzetiségi nyelvi tudással, kompetenciával is, hogy minél hamarabb ezt a jelentős hiányt pótolni tudjuk. És a harmadik lába ennek a programnak, hogy nyilvánvalóan a képzéshez olyan képzőhelyek kellenek, egyetemek, főiskolák, olyan személyi és tárgyi feltételek. Ezért idén már a 8 óvónő képző egyetem főiskolának összesen 100 millió forint célzott támogatást adtunk. 2020-ban már a nemzetiségi tanító tanárképzést végző egyetem, 10 egyetem főiskolának fogunk szintén anyagi támogatást adni, és természetesen az anyagi támogatás mellé célzottan megköveteljük azt is, hogy mind a bemenetnél, a kezdetnél, mind a diploma kiadása előtt a zárásnál olyan minőségi követelményi szintek legyenek, amelyek biztosítják, hogy a nemzetiségi pedagógusok valóban tökéletesen beszélik a nemzetiségi nyelvet, és alkalmasak arra, hogy a gyerekeinket úgy neveljék, oktassák, hogy a magyar mellett a német szinte második anyanyelvük lehessen. A nyelvi képzések területén általános problémák vannak, értékelte a helyzetet Ritter Imre. Megítélése szerint a nyelvtanulás egész rendszerén nagyon kéne változtatni, annak érdekében, hogy valóban használható képzéseken essenek át a gyerekek. Az egész magyar nyelvoktatás rendszere, én pontosan látom, mert a három kisebbik gyermekem az osztrák iskolába jár. A Gergely, aki most volt 8-os, a 70 gyerekből a 60%-a felsőfokú német nyelvvizsgát tett 8-ban, 40%-a középfokút. És erre lehet azt mondani, persze, mert ott a magyar nyelvirodalmon kívül mindent németül tanulnak, és ez igaz is, de angolból is a gyerekek több mint 40%-a középfokú nyelvvizsgát tett, és az angolt ugyanúgy ötödikben kezdik, mint bármelyik magyar iskolában. Én még nem találkoztam olyan magyar iskolával, ahol a gyerekek fele 8-ban angol középfokú nyelvvizsgát tett. Tehát szerintem az egész magyar nyelvoktatásnak egy alapvető problémája, hogy elsősorban a grammatikára, a nyelvtanra összpontosít, és nem segíti, nem neveli rá a gyerekeket arra, hogy a nyelv az a kommunikáció eszköze. Nagyon sok olyan ismerősöm van, de szerintem mindenkinek a saját ismeretségi körébe, aki még akár rendelkezik is egy középfokú nyelvvizsgával, de nem mer megszólalni gyakorlatilag. Hát én azt gondolom, hogy egy abszolút váltás kell a magyar nyelvoktatásban ahhoz, hogy
a nyelvoktatás eredményeként valóban élő nyelvet kapjanak a gyerekek. És én szerintem lassan az egész oktatási rendszer is látja azt, hogy jelentősen javítani kell. Visszatérve a német képzésre, az országgyűlés német képviselője arról beszélt, érezték a lehetőségét, hogy a jól képzett nyelvtudásban járatos pedagógusok piacképesek lesznek külföldön is. Ezért kötünk szerződést az egyetemen főiskolán a hallgatókkal, ahol egyetlen kitételünk van, hogy az egyetemet főiskolát befejezve magyar nemzetiségi köznevelési intézményben nemzetiségi pedagóguskon dolgozzon, legalább annyi évet, mint ahány évig ösztöndíjat kapott az egyetem főiskola alatt, illetve ösztöndíjat kívánunk adni a pályakezdés éveire is. Én azt gondolom, ez már olyan mértékű, ahol minden fiatal át fogja gondolni, hogy van-e értelme itt hagyni családját, rokonságát, egyebeket, és felvállalni egy más életmódot, hiszen ha látja, hogy komoly támogatást kap a főiskola egyetemi évei alatt, komoly támogatást kap a pályakezdéshez, ha látja, hogy a nemzetiségi pedagógusokat kiemelten támogatják, mint pedagógus is, szerintem azért az, hogy valaki mondjuk egyetemistaként egy évben kap 750 ezer forint nettó támogatást, aki kap egy évben több mint 1 millió forint nemzetiségi pótlékot, azért ezek már olyan összegek, ahol érdemes átgondolni, és én bízom benne, hogy ennek komoly eredménye lesz.